Második fejezet Tavasz Hajnalok hajnalán hat ruganyos láb taposta az Árpád északi járdáját. Hát mit kerestünk a Duna hídján? Kicsi megérkezése után néhány nappal addig ismeretlen árulkodó nyomok jelentek meg az előszoba kövén, a szobák szőnyegein. A csöpnyi pöttyökről ugyan nem szaladt ráncba a homlokom, de redőtlen sem maradt. Van-e örömtelép és felemelőbb annál, mint amikor új jövevény érkezik a világra, akárha négy lábú is? Aligha. Bár a cseperedő apróságok valóban szemgyönyörköttetőek, és feledhetetlen élmények sokaságával ajándékozzák meg környezetüket, de ki szeret egyszerre száz egy kis kutyát sétáltatni, kezében fehér bottal. A mesében még elmegy, sőt, talán még szerencsés is az efféle falka szaporulat, de köszönöm szépen, én ugyan még egy szörgombolyagot sem kérek belőle. Kicsi. Szervezetem fiatal, egészségem makulátlan, és én is a természet sokasodni vágyó tagja vagyok. A lakótelepen nem mertem elengedni kicsit, mert tucat szám mászkáltak az éberkanok. Bosszantott az állandó jelenlét, egy nyugodt percünk se lehetett tőlük. Heteken át csak pórázon sétáltassam, erről szó sem lehet. De akkor mi a megoldás? Nem marad más lehetőség, irány a Margit sziget. Ugyan ki az a bolond rajtunk kívül, aki pirkadat előtt kint van az egykori nyulak szigetén? Az első napokban még csak a híd feljáró közvetlen környékén bolyongtunk, de ahogy napra napra felbátorodtam, egyre mélyebben merészkedtünk a sziget belsejébe. A nagy rétnél voltunk. Leoldottam a pórázt, és rápaskoltam kicsi farára. Nagyot szökkelve, iramodott a zöldbe, én viszont a járdán maradtam. Izgalmas volt beleolvadni a csendbe, de nem maradt idő az elmélázásra. Mintha visszajött volna kicsi. Kaptam fel a fejem, bár nem hallottam pergőjének csilingelését. Erős gyanú ébred bennem, és halkan nevén szólítottam a kutyát. Tán kábrázik a fülem, mintha két blöki lenne körülöttem. Erőteljesebb hangon hívtam, mire odason fordált hozzám, udvarlója hátulról kísérte. Hő, az anyátok mindenét batták. Erről nem volt szó, csak nem történt meg a légy ott, Gyere csak ide gyorsan, kicsi! És már tereltem is terpezben álló lábam közé, majd ültettem le azonnal minutumban. Nem lesz itt hókamóka, gyerekek, az garantálom. Gárdedám lettem. A felford vérrű nagy testük kan tornádó módjára keringett körülöttünk. Kínjában oldalról kezdett kicsi becserkészéséhez. Fiam, ilyen formán nyugodtan próbálkodhatsz, akár napestig, ha sikerül pajzám tervedet megvalósítani, ígérem, én adom érte a szádba a Nobel csontot. Ezek után egy álló hónapig tűhegyesre mereztett fülekkel mentem le az utcára, ha kicsit a szükség leszólította évente kétszer ilyen tortúrát végig szenvedni? Na, ezt már nem. Úgy döntöttem, ivartalanítattom a rajzos szukát. Kicsi. Nem kérte ki a véleményemet. Hogy mit feleltem volna rá, az maradjon az én titkom. Bementünk egy nagy házba, ahol furasz szagok tódultak az orromba. Azt mondta kedvesen Laci. Te most itt maradsz kicsim, lesz egy kis nyiszinyaszi, de nem fog fájni, mert a közben békésen fog szundikálni. Hittem neki. De mégis elkapott a félsz, amikor a póráz végét egy addig ismeretlen szagú gédlábúnak adta át. Az önző emberi gondolkodás került szembe, a szaporodásra késztető, ősi ösztönnel. A döntést a gazda jogán hoztam, az érintett fél még fel sem sorakoztathatta ellenérveit. Maradhat-e tiszta így az ember lelki ismerete? Ez meg hadd maradjon az én titkom. Mit nem produkál a kiszámíthatatlan élet? Már bátran bókláztunk a lakótelepen, kicsivel, akár naphosszat is. A valóság nem fordulhatott rémmesébeit. Gyakran kanyarodtunk be a Dagály utcából a gazosba, amit az elhagyott iparvágány szelt ketté. Nem mintha imádtam volna a töltés kavicsokkal szegélyezett acélkígyók között haladni, vagy a vadul burjánzó ősnövényzet csapásain baktatni, de az ide késztető okról majd később. Alig száz métert kellett észak felé mennünk, és már is ott álltunk egy hatalmas lapos betomtömb előtt, amit persze előbb fel kellett fedezni, nem úgy van ám az vakéknál, hogy nini, -ni, ott van valami érdekes, menjünk oda gyorsan. Kicsi. Később szépség neveztem el a lapokból emelt méter magas halmot. Kőszoborrá válva álltam rajta, amíg Laci kikefélte változatos színű, de alapjában véve fekete bundámat. Nagyon kedvelem a fésülést, de nem órákon át. Néha előfordult, hogy csak húzta és húzta rajtam a drót végű kefét, én meg eluntam magam és leültem, majd kínomban már le is feküdtem. Ilyenkor aztán, jaj, kicsi, ne légy már olyan öreges, humorizálta gazdám. Egyszer kétszer még el is megy, de állandóan ugyanazt a kopottas, elakadt lemezt hallgatni. Inkább szétnéztem az elhagyatott területen, meglepve láttam, imit és amott is kutyát sétáltatnak. Ez bizony szer fölött érdekes megfigyelni való, és attól kezdve már csak illemből rezzentettem mereven álló fülemet a beszélő kéje felé. Nicsa! Mit látok? Tök ma kutya felénk a sínek között. Tán még a hasam alatt is elférne. Valamicskével lemaradva egy gyerek, akit a mamája követ a sínszalakon egyensúlyozva. Hopp! Már ugrottam is le a magasból. Hozzájuk szaladtam. Aközben egymásra vicsorogtunk a miniatűrűzált ebbel, majd körbeszimatoltam a két lábon érkezőket, mindketten hosszan simogatták a fejemet. Be sem kellett mutatkoznom nekik, mert eközben a gazdám egyfolytában a nevemet kiáltotta. Kényelmes léptekkel értünk Lacihoz. És mi a hála a tökéletesen, de ártatlanul végrehajtott kerítésért? Egyfolytában csak nyomta, nyomta a sódert az általam oda édesgetett nőnek, rólam meg egyre kevésbé vett tudomást, ahogy neki bátorodott. Hát, régi közhely, hogy a kutyák összehozzák az embereket. Na, nem azt mondom, hogy váratlanul létrejött kapcsolat pár másodperc alatt beteljesedett, de gyors kifejletében mindenképpen meghatározó szerepe volt, hanem csak éber, de szuper szimatú ednek. Hogy aztán villámgyorsan a hanvába holt, az már csak a két lábúakan múlott. A délutáni nap erőteljesen melegingette arcomat a szobában. Az egyik hangos könyvet, Magnó kazettára felolvasott kötet, hallgattam. Az ablak egyik szárnya sarkig tárva volt, így az üde levegő mellett a csicsergő madarak is egyre jobban elvonták figyelmemet az irodalomtól. Kikapcsoltam a magnót, felálltam és elindultam az előszoba felé. Kicsi. Félállomban épp egy vaskos nyulat kergettem a kizsírozott tepsi felé, amikor gazdám lépte felriasztott. Biztos, ami biztos, félszemmel felpislantottam, és a fülemet is vételre állítottam. Hm, Laci, öltözni kezd, no? Akkor ennek a felesetréfa, megyünk valahová. Hagytam semmibe veszni a sült nyúl illatát, talpra pattantam, és az elmaradhatatlan nyújtózás után enyhe faroklengetéssel kibandukoltam az előszobába. Orromat odadugtam Laci lábához, jelezve, hogy készen állok. Olyan szép idő van odakin, kicsi, hogy sétálunk egyet a környéken. Tudtam meg, úgyhogy most elmesélhetem, hogyan is vezetem gazdámat a járdán, vagy ahol épp haladunk. Nos, lássuk csak! A vakvezető kutya, minden más kiképzett kutyától eltérően húzzással vezeti a gazdáját. Én is így teszem, hogy miért, pofon egyszerű a válasz, amíg húzom, biztos lehet benne, hogy akadálymentes előtte az út. Ha megállok, azzal valamilyen akadályt jelzek. A meglazult hámfogó ezt egyértelműen követi. Az is gyakran előfordul, hogy van ugyan akadály, de azt ki tudjuk kerülni. Ezt lehetőleg úgy próbálom meg, hogy én legyek közelebb az akadályhoz, és ne a gazdám. A haladási irány változását Laci kiválóan érzékeli, mert módosul a hámfogó húzás iránya, és így ő is azonnal a helyes irányba kanyarodik. Mindez persze nem a mamám emlőjéből szoptam az anyatejjel, hanem a kutyaiskola a tudás fájáról került a fejembe. A vezetés lényege a haladás. Húzás, egyenletes tempója. A lábhoz vezén szó után úgy kellett igazodnom a tanítomhoz, hogy ne a vállam, hanem a horpasom kerüljön a bal láb szára mellé, így már a start pillanatában lépés előnybe kerültem vele szembe. Amikor ez már ment, és miért nem ment volna, akkor indította kiképző. Az első erőteljesebb húzásért megdicsért és finom falattal jutalmazott. A járdán lévő akadály, álló vagy haladó ember, Netán tárgy kerülése nem okozott különösebb gondot, hiszen ki szeret fejjel menni a falnak. A tanulásnak ebben a fázisában arra kellett rájönnöm, hogy nekem kell közvetlenül a torlasz mellett elhaladnom. Most pedig térjünk vissza a történethez. A váratlan felbuzdulásból elkövetett séta végeztével nem mentünk fel a lakásba, hanem lecövekeltünk a járdán a hátsó kapu előtt. Laci azt mondta, éljünk a tavasz adta lehetőséggel. Arra gondoltam, elnézelődöm még egy kicsit, hát ha történik valami. Jöttek, mentek az iskolából hazatérő gyerekek, a munkából érkező felnőttek, néhány autó is elberregett előttünk. Női cipő kopogására lettem figyelmes. Orcimpámat kitágítottam, hogy megérezzem a remélhetően izgató parfümillatot. Igen ám, de a lábak a hátam mögé vették az irányt, mégpedig a kapu felé. Csalódott lettem. De illedelmes lakó lévén hangos csókolommal köszöntem az érkezőnek, amire jó napot kívánok volt a válasz. A hang teljesen ismeretlen volt. A nő kezében megcsörrent a kulcs, majd fordította volna, de a zár kérlelhetetlennek bizonyult. A második próbálkozás közben eszembe ötlött, hogy a zárnyitásnak megvan a trükkje, és a lépcsőházba csak azt tud bejutni, aki ismeri annak fifikáját. Hirtelen átvillant a fejemen, hogy akár egy film abszurd jelenete is lehetne. A látó küszködik a zárral, odalép mellé a szemtelenül kiváró vak, és hanyag eleganciával szélesen tárja az ajtót. Kaján vigyorba futott az arcom. Most már feszültem, figyeltem, hogyan kínlódik, és magam elé képzeltem egyre kétségbe esettebb dühös arcát tetszett a pikáns helyzet. Még nem megyek oda, gondoltam, hadd szenvedjem még. Arra viszont vigyáznom kell, jutott eszembe, nehogy túl hamar felhagyjon a próbálkozással, mert akkor oda a vissza nem térő mulatság. Nadrág zsebembe besülyeztettem a kezem, megkerestem a kulcscsomót, és kiválasztottam a megfelelő kulcsot. Ideje a cselekvésnek, határoztam el. A hátsó kapu kulcsa már előre meredő mutató ujjamhoz lapult. Tudtam, elsőre be kell találnom a kulcsukba, mert különben oda a felhőtlen dicsőség. Kicsit egy finom póráz rántással talpra állítottam, és fordulj! Kicsi olyan jó volt a langy meleg járdán heverészni, hogy elbóbiskoltam, mit sem sejtettem a fodrozódó eseményekről. Álmos szemeket mereztve tápászkodtam fel, és majdnem elvétettem a fordulj, előírásszerű végrehajtását. Nekem kell megkerülni a gazdát, és nem fordítva. Kutyám kíséretében ruganyosan léptem a zárral egyre reménytelenebbül matató hölgyhöz. Nyájasan köszöntem, és felkínáltam a segítségemet, amire egy zavart igent volt a felelet. Mutató ujjam készen létében álló vége azonnal rátalált a lyukra, és gyorsan becsúsztattam a kulcsot. Ha láttam volna, sem tehettem volna ügyesebben. És jöhetett a nagy trükk, a kulcsot kissé visszahúztam, mielőtt elfordítottam volna. Szélesre tárult az addig engedetlen ajtó, és a titkából nem árult el semmit. Halkan elhebegedett köszönöm volt a hála, amit egy lágyan ejtett, szívesen nyugtázott. Hamarosan becsukódott az ajtó. Visszaálltunk az eredeti posztunkra, és mit mondjak, Hízott a májam. Talán bő hét telhetett el a nem mindennapi eset óta. Újfent hátul csatangoltunk kicsivel. Ahogy befordultunk a kapuajhoz vezető rövid járdára, egy megálló autó hangjára figyeltem fel, majd valaki gyorsan, erőteljesen becsapta annak ajtaját. Már léptem volna be a hűs lépcsőházba, mikor sietős léptek zaja akasztotta meg lendületemet. Mintha valaki szélsebesen iparkodna a nyitott ajtó felé. Jó napot kívánok, mondta egy kedves női hang. Tudja, én vagyok az a két balkezes, akit a múltkor beengedett. Na és csak gondoltam, milyen örömtelinek tűnik. Hát persze, hogy emlékszem azt a napot feledni. Úgy vettem ki a meginduló beszélgetésből, hogy nem vagyok érdektelen a számára. Ha ezt jól mértem föl, akkor viszont ideje megbizonyosodnom róla. Nem sokára újból lejövünk sétálni kicsivel. Nem lenne kedve velünk tartani? Kicsi. Újra hármasban voltunk, és bekanyarodtunk az iparvágányok felé. Alig pár méter után, alig, hogy összetegeződtek, Laci már is azzal hozakozott elő. Biztoságosabban érezném magam ezen a francos töltés kavicson, ha a válladat, esetleg a kezedet foghatnám. És a nő simán bevette az átlátszó dumát. De hogy nekem micsoda szégyen volt ez a képtelen állítás, még hogy velem nem közlekedik biztonságosan a hepehupás talajon. De hát ő elérte a célját. Amint megszabadultam az utálatos rapszítól, elrohantam a gazosba. Szó, ami szó, szimpatikus nőkezét fogtam. Andalgásunkat többször is Megakasztottam, hadd menjen az idő, van bőle lőle, bőven. A rákos patakkal párhuzamos út előtt visszafordultunk, és nem sokkal később leültünk az egyik rozsdásodó sínszálra. A lebukó nap narancssárga koronája már réges-rég a horizont alatt volt. Ékes szólóan ciripeltek a tücskök, zsongtak a bogarak, a gazosban. Közelünkben letelepedett a német juhász szemét, lágyan, ránkemelte, majd békésen az oldalára dőlt. Másképp is meg lehet újulni tavasszal, nem csak az előző hét év alatt jól bevált, passzív partnerkeresés keresés aktivizálásával. Csörrent a telefon az asztalomon a vakvezető kutyával közlekedők szakosztályának vezetőjét üdvözölhettem a vonal túlsó végén. A közvetlen hangnemű beszélgetés végén meghívott a szakosztály következő vezetőségi ülésére, mondta nekik valaki, hogy én aféle a közösség érdekében tevékenykedő ember volnék. Ha tudok, valóban örömes segítek, hiszen egy alomba tartozunk. Az érdekünk közös. Úgy is mondhatnám, hogy minden vakvezető kutya a mi kölykünk. A meghívás kimondottan felvillanyozott. Először is, mert annak ellenére, hogy évek óta nem látok, tulajdonképpen alig ismerek valakit a fehér botosok közül. Most viszont itt a remek lehetőség az ismerkedésre, a kapcsolatok kiterjesztésére. Másodszorban pedig aktivizálhatom magam agyilag, hasznos terveket szőhetek, és ami még fontosabb, meg is valósíthatom azokat. A negyedévi vezetőségi ülésen tán hat vakvezető kutyás volt jelen, és a kutyaiskola vezetője. Végül is arra kértek, hogy próbáljak meg minél több ajándékot szerezni a közelgő éves klubnapra, az ügyességi-gyorsasági verseny helyezetjeinek és a tombolára. Nem kérdeztem, hogy miként, minek szaporítsam a szót, rából intottam. Kicsivel elszaladtunk a Szent László utcai nagykereskedésbe. Ennek vezetője rendszeresen kutyafelszerelési és ápolási cikkekkel támogatta klubnapi rendezvényeinket, mint ahogy azóta is. A raktárüzlet dolgozói mindig készségesek voltak velem is, kutyámmal is. Kicsi. Hát, az maga a mennyország. Annyi ennivaló, játék, mint amennyit ott láttam, az maga volt a szemkápráztató csoda. Elővettem a legszebb nézésemet, és mert ehhez is jó szimatom van, azonnal megéreztem, hogy kirekkel, esdeklő szemekkel pillogni alig emeltem rá a szemem a legmelegebb szívűnek tűnő hölgyre, már is tudtam, hogy nyert ügyem van, mindjárt kapom a hamit. Utána már nem érdekelt, hogy meddig beszélgetnek a fejem fölött a két lábúak. Mit tagadás kicsi, színi tehetsége egészen kiváló. Leginkább az éhező, etióp kutya című monodrámát adja elő, ha úgy évéli, hogy műértő közönségre talált. De nem egészen erről akartam beszélni, hanem arról, hogy felötlött bennem. Van más mód is a támogatók felkutatására. A kigondolt út pedig épp azért volt járható, mert a hátsó kapu zárja olyan vacak, mint ezt már írtam. Hogyan jön ez ide? Hát úgy, hogy a két kulcsművész, lakó erősen összebarátkozott. Újdonsült barátnőm vállalta, hogy levélbe foglalja tolba hebeget szavaimat. Ezt sokszorosítottuk, és ő kiválogatott több száz címet a minden tudó telefonkönyvből. Maga a klubnap eléggé felemásan sikerült nekem is, kicsinek is, sok ajándékot szereztünk, és ezt nagy sikerként éltem meg. Az ügyességi gyorsasági versenyen viszont mondhatni, tragikusan leszerepeltünk. Addigra már összeszoktunk kicsivel, úgy szeltem át vele a járda forgalmát, mint kés a vajat. Csak fizikai képességem szabott határt a gyorsulásnak, meg némi túlzással a trafipax. Éppen azt tudtam így, amire a legkevésbé tartják képesnek a nem látó embert, a szélsebes és biztonságos közlekedést. Erre és a nagy tampája adta lehetőségre alapozva jelöltem ki magunknak a célt. De abban az évben nem a nagy, hanem a kis tampáján tartották a versenyt. Ráadásul úgy telehorták akadályjal, hogy azon még a csigának is állandóan kontráznia kellett volna. Izgatottan álltak sorba a rajt hely előtt a versenyzők, és végre valahára ránk került a sor. Először még rá tudtak beszélni a kutyaoktatók, hogy haladjak tovább a pályának csúfolt lomhalmon, de amikor másodszorra is úgy döntöttem, hogy nekem ebből elég, akkor már senki kedvéért nem voltam hajlandó visszatérni. Az oktatók azt mondták a verseny után, hogy kár volt kiállnunk, mert jól mentünk. Én meg úgy voltam vele, hogy csak olyat tegyünk, ami kedvünkre való. Kicsi. Amikor megláttam a sok kacattal, hanyagul teledobált kicsi tampáját, még megugatni is elfelejtettem társaimat, pedig annyian voltak huszonöten, hogy leginkább száz felé kergettem volna őket, mert hogy én állandó késztetést érzek a kergetőzésre. A pályán viszont bármerre néztem, csak torlasz hegyeket láttam. Mivel nem buldózer vagyok, hanem szakképzett vakvezető, felmértem a helyzetet, és a tágas, zöld tér felé vezettem Lacit. Először még visszaküldött a pályára, de később csak belátta a nagyokos, hogy nem nekünk való ez. Most borítsunk fájtlat az esetre, Inkább nézzük meg, miként kezdtek gurulni a forintok a szakosztály kongó kasszájába. Két meghatározó jelentőségű mozzanatot szeretnék felidézni az első háromnegyed évből. Fél éve volt meg, kicsi, amikor először vettem részt a szakosztály éves taggyűlésén. Talán harmincan negyvenen lehettünk. Az elnök üdvözölte két vendégünket, és átadta nekik a szót. Kati és Csilla szabad ideje nagy részét az állatvédelem szerte ágazó munkájának szemteli a Fehér Kereszt állatvédő ligában. December elejétől háromhetes hetes adománygyűjtést terveztek az állatok javára, és az összegyűlt pénz felét felkívánták ajánlani a vakvezető kutyával közlekedők szakosztályának, Vékonyabb pénztárcájú taktársaiknak. Mindössze annyit kértek, hogy a területfoglalás elintézéséhez egy vakvezető kutyás négylábú társával kísérje el egyiküket a fővárosi önkormányzat illetékes osztályára. Nem vártam egy másodpercet sem, és felemeltem a kezem. Rendben, a részleteket majd a gyűlés után megbeszéljük, mondta Kati. Kicsi A katakomba-szerű metróból a Deák Ferenc téri aluljáróba léptünk ki a gazdámmal. Megálltunk az egyik üzlet közelében. Laci elengedte a hámsziját és biztatott. Ő csak le. Még nincs itt, akire várunk. Mit csináljak? Néztem a hullámzó embertömeget a közelemben elhaladó kezéhez vagy ruhájához nyomtam orromat. Előbb-utóbb azért eluntam magam, és Laci is egyre türelmetlenebbé vált. Már-már hazaindultunk, amikor lihegve befutott Kati. Megsimogatta a fejemet, és olyan kedvesen beszélt hozzám, hogy majd elolvattam a novemberi télben. Pár szót váltottunk, majd a kivezető lépcső felé indultunk. Mi mentünk elől az utcán, a későn érkező pedig követett minket nagyon szűk járdán haladtunk a mellékutcában. Egyszer csak mit sem hallok hátulról, hová siettek annyira. Laci rögtön vette a lapot. Mi csak kényelmesen sétálunk. Bekanyarodtunk egy nagy kapun. Mogorva portás állta az utunkat. A kutya csak úgy mehet be, ha szájkosarat visel. Fúj, de utálom azt a lomot. Mi lesz, ha Laci nem hoztál magával a pofa fogómat? Jedeztem. De mire kétségbe estem volna, már rajtam is volt a kellék. Na, így már szabályos, engedett utunkra a paragráfus forma portás, és bekanyarodtunk egy széles folyósóra. Kazdám ekkor lehajolt, és lehúzta fejemről a szájkosarat. Amennyire csak bírtam, jobbra fordítottam a fejem, és rákacsintottam Lacira. Oké, és oké, mehetünk tovább. A nagy ijedelem után rám fért egy kis lazsálás a liftben, de már nyílt is a felvonó ajtaja, és nem sokkal később már egy tágas szobában voltunk. Öten ülték körül az asztalt, én meg kifliberendeződtem a szőnyegen. Beszéltek, csak beszéltek, az én szemem meg majd leragadt. A velem szemben ülő hivatalnokok egyike hosszasan rajtam felejtette a tekintetét. Megmondom őszintén, a taggyűlésen még úgy vélekedtem, hogy az egész adománygyűjtésnek a féle koldulás jellege van. Szívem szerint kutya nélkül mentem volna ki a térre, de szerencsére meggondoltam magam. Kicsi. A református templom lépcsőjével szemben posztoltunk. Tán azért, hogy ezzel is szimbolizáljuk. Az utcára hajított egykori kedvencek gondviselésére még az Isten pénzese elég. A gazdátlanná vált kutyák, sőt macskák is iránti erős rokon sem tudta felettetni velem a tél cudar hidegét. Másnap Katinak köszönhetően már a flaszterra terített, vastag pokrócra hasalhattam, és úgy figyeltem a fejleményeket. Fölállítottak egy kempingasztalt, volt rajta kulcsal zárható perse, egy csomó szórólap és kisebb ajándékoktól, dugóhúzó, öngyújtó címfestő készítette az asztal elejének támasztott táblát, aki ért az ilyesmihez, magyarul és angolul olvashatta rajta az adománygyűjtés célját. Hoppá, majd megfeledkeztem. Van egy jó pofa sztorim ezzel kapcsolatban, elmondom, jó? Mivel egyszer már alaposan becsípte a bal talpamat, a felfelé haladó mozgó lépcső, a nyolc emelet mélységből az álló lépcső indult velem fel a gazdámmal. Évszaktól függetlenül is igencsak liheg az ember, az igazság kedvéért mondom a kutya is, mire felér a köztes szintre. De még hol a vége? Igaz a második szakasz már jóval rövidebb, mint az előző, de mire túljutunk rajta, már vészesen zihál laci tüdeje. Legyűrtük az utolsó lépcsőfogokat is, és megálltunk az utca szintjén. Laci kézre állította a fehér botot, és közben feltűnésmentesen arra törekedett, hogy földig lógó nyelvét visszaszoktassa a szájába én meg jobbra-barra kukucskáltam. Vajon merre indulunk? Lacit váratlanul megszólította egy hölgy. Uram, látom, ön a kutyás biztonsági őr. Meg tudná mondani, kedves fiatalember, hogyan jutok el a Moszkva térre? Majdnem eldobtam magam a gumiszőnyegen. Még jó, hogy nem volt velős csont a számba. Bizonyosan férenyeltem volna a velőt rázó röhögéstől. Gazdám illően rendezte alélt arcát, majd nagyot bólintott, hiszen egy álló biztonsági őr csak nem liheghet. Pár másodperc alatt átgondolta a mondandóját, és afféle vakos alapossággal elmagyarázta, hogy merre is kell menni. A néni megköszönte a felvilágosítást, és elhúzott a Moszkva tér felé. Térjünk vissza a beinduló adománygyűjtésre. Kik is voltak a jószívű adakozók? Volt egy 92 éves bácsi, aki meglehetősen friss elméről tett bizonyságot. Egy idős hölgy, akinek 15 unokája és 4 dédunokája van egy kis kismama 11 hónapos gyermekével, egy angol turista csoport. Általános iskolás gyerekek is elhaladtak mellettünk, és az egyik kisfiú a zseppénzéből dobott a persejbe. Voltak nyugdíjasok, akik különféle állatokat tartanak lakásukban, két 21 éves lány, aki csipszetettek, Ebbe besegítettünk előbb én, majd a gazdám is. Jehova tanúi is gyűrűbe álltak körülöttünk, de most sem sikerült behálózniuk gazdámat. Volt egy biológia tanár, aki szeretett volna kutyákat nevelni. Kimondottan szimpatizáltam vele, ugyanis nekem nem volt nevelő gazdám, és bizony jó lett volna. Jöttek a KGS piacról hazaigyekvő emberek, megpakolt táskákkal. Oda keveredett mellénk egy hölgy, akinek a szomszédja nemrég veszítette el a látását, és azt kérdezgette Acitól, hogyan juthat vakvezető kutyához. Ez alatt felálltam és éberen figyeltem. Észrevettem a sokadalomban egy civilruhás nyomozót, aki a zsebeseket leste árgus szemmel. Iskolát kerülő gyerekek egy bandája. Az adományokból szeretett volna bevételhez jutni, de hiába, mert figyeltem. Kutya nehéz világot élünk. A három hétig tartó gyűjtés során kialakult emberi kapcsolatoknak köszönhető a szakosztály megkapta a teljes befolyt összeget, engem pedig felkértek, hogy fogadjam és intézzem az állatvédő ligához befutó telefonokat. Örömmel vállaltam. A másik történet a nagy ablakmázolás alatt kezdődött. Ilyenkor enyhén rumlis alakás. És én bosszúsan botladozom a naponta tucatszor csörrenő telefonhoz. Ekkor azonban a szukásos, kutyát találtam, macskát találtam, típusú hívás helyett a szerencsejáték RT képviseletében jelentkezett be egy hölgy. Bizseregni kezdett a fülem pénznyerési szerencsével valahogy mindig úgy voltam, mint vándor a fejére hulló kukacos dióval. Valami van, de nem az igazi. Szakosztályunkat a Telemázli című vetélkedőre hívták az MTV szabadságtéri székházába. Külön öröm volt, hogy a játékon résztvevő háromfős csapat mellé még kilenc nézőt is delegálhattunk a TV felvételre. A játékosok névsorát másnapra kellett leadnom. De kik játszanak közülünk nyereményért? Végül is úgy gondoltam, az lenne a legméltányosabb, ha a kutyaiskola oktatói ülnének a kamerák elé. Az ő odaadó munkájuk számunkra létfontosságú, és ezzel a nyilvános lehetőséggel talán méltóképpen kifejezhetnénk megbecsülésünket. Felhívtam az iskolát, az oktatók örültek, és köszönték a felkérést. Ezek után már csak a kilenc fő nézősereg toborozása volt hátra. A találka helyre mindannyian szerencsésen megérkeztünk. Velünk tartott barátnőm is. Együtt nyomultunk be a székházba, és nem sokára a stúdióban találtuk magunkat. A játékban kilenc csapat vehetett részt közülük négy társaságot sorsoltak ki a még tévé felvétel kezdése előtt, közedző jelenlétében. A mieink nem kerültek a négy közé. Ott szomorkodtunk a nézőtéren, és egyre csak a mi szerencsénkhez fohászkodtunk. A telemázdi szabálya szerint ugyanis a játék nélkül maradó csapatok közül kettőt kisorsolnak, és ezek játék nélkül nyernek 200-200 Ezer forintot. Elsőnek egy úszóiskolának kedvezett a szerencse. Ők nem látó, sérült és downkoros gyerekeket tanítanak úszni. A gép tovább pörgette a benne maradt négy nevet. Nőtt a feszültség, a közönség dübörgött és tapsolt, alig hallotta, melyik csapatot is sorsolták ki a miénket. Volt nagy öröm, utána meg egy kiadós falatozás a büfében. Kicsi. Már indultunk volna a kiállat felé, de megállított bennünket az éberrendész. Amikor bejöttek az épületbe, még csak tizenketten voltak. Hogyan lehet az, hogy már tizenhárman vannak? Nincs ebben semmi érthetetlen. Feleltem hanyagul, most már a vak szerencse is velünk van, világos? Telehassal, telepénztárcával és telemázdival hagyhattuk el a televíziós épületet.